Az egyik legnagyobb tételbíró mérkőzés következik az E-bajnokok ligája 6. fordulójában innen a csoportkörből. Köszöntök mindenkit! Az Inter a Dortmundot fogadja. Ugyebár az Atletico Madrid tovább jutott már, viszont itt ezen a mérkőzésen eldől, hogy az Inter vagy a Dortmund lesz ott a 8. döntőben. Már csak a hazai pálya és az elmúlt évek eredményei miatt azért az Intert lehet az esélyesebbnek mondani, de hát a Dortmundnak is ugyanannyira megvan az esélye mai mérkőzésen kivívni a továbbjutást. Döntetlen esetén azonban az Inter jutna tovább, mivel jobban áll, mint a Dortmund pontazonosság esetén. A Dortmund egy győzelemmel kiejtheti az Intert az EBL-ből, hogy nagy a tét, jöjjön az EBL himnusza. Amelyik csapat ugye ma kikap, az E-Euró pedig a 8. döntőjében folytatja majd a tavasszal, amelyik viszont nyerni tud, az ugye tovább jut a 8. döntőbe, és ott folytathatja majd szereplését, és harcban lehet majd a BL serlegért. Inter Dortmund tehát az EBL csoportkörének utolsó fordulójából. Ami az Inter összeállítását illeti, a kapuban természetesen Handanovic véd, védelemben ott lesz majd De Vrij, Skriniar, többek között valamint Bastoni. A két szárnyvédő majd ezúttal Bellanova lesznek, Barella, Csahanoglu, Aszláni a középpályán, és Mkhitaryan lesz a másik szélen, inkább a támadásokért felel, de Bellanovával egy poszton van, csak a másik oldalon. Dzeko, valamint Lukaku pedig a két támadó, Lautaro Martínez kikerült az Inter kezdőjéből. Ami a Dortmundot illeti, Kobel a kapuban, a védelemben ott lesz majd az új igazolás Schlotterbeck, illetve Züle, ugye mind a ketten nyáron érkeztek Dortmundba, Guerreiro és Müni a védelemben. Elől pedig ott lesz majd Adeyemi, aki hátra tette most éppen a labdát. Inter Dortmund tehát az EBL-ből. Lássuk tehát ezt a mérkőzést. 2019-ben ugye már találkoztak a csoportkörben a valóságban, miközben már is helyzet, és ott a gól! Adeyemi révén a 3. perc kezdetekor a Dortmund szerez vezetést. Hát, egyelőre sokkolja a Giuseppe Meazza közönségét a Dortmund. Adeyemi góljával megvan a vezetés a sárga-feketéknek. 0-1. Nem hagyja tényleg a véletlenre a Dortmund. Adeyemi megkapja a labdát, ellép, és nem veszik komolyan, hogy az Inter védői le is maradnak róla. Adeyemi pedig befejezi ezt az ígyszert Handanovic-sal szemben. A 2. percben vezet a Dortmund. Lukaku, hát innen fel van adva a lecke bizony az Inter csapatának. Aszláni, hiszen jelenleg kiesésre áll az Inter az EBL-ből. Ez a 3. idény, mind a 3-szor eljutott egyébként, ugye, vagy mind a 2-szer eljutott az előző 2 idényben az Inter az E-bajnokok ligája 8. döntőjébe, sőt, a legelső idényben a Bayern ejtette ki a 4. döntőben. Adeyemi újabb helyzetben, ott a 2. 2-0 a Dortmundnak, 7. perc. Na innen mit lehet majd csinálni Inter szempontból? Jön is a fügyszó, hát nem ilyen kezdésről álmodtak az Internacionale szurkolói. Adeyemi duplázik 7 perc alatt. Brandtot kell megdicsérni, ő indítja ott be Adeyemit üresbe, és a német támadó befejezi. Handanovicnak lábai között ment át a labda. 2-0-ra vezet a Dortmund, Adeyemi a 2. és a 7. percben veszi be a kaput. Hát idő viszont még van, 83 perce maradt az Internek, de hát ez a kezdés, ez eléggé sokkoló a milánóiak szempontjából. A Dortmund pedig egyelőre tényleg mindent megtesz azért, hogy ott legyen 8. döntőben. Tavaly még a csoportkörben sem szerepelt a Dortmund az Európa Ligában, ráadásul a 8. döntőben kiesett a Sevillával szemben, úgyhogy még az Európa Ligában is leszerepelt a Dortmund, előtte pedig a Manchester City tudta a negyed, vagy hát előtte pedig nem jutott be a Dortmund. Nálunk itt az EBL 8-at döntői, vagy akkor a negyed döntőig eljutott a Dortmund, az Inter pedig akkor szintén negyed döntős volt a Bayernnel szemben, esett ki, miután kiejtette a Barcelonát. Tavaly pedig a Manchester United volt a végállomás, szintén, vagy hát akkor a 8-at döntőben, de most lehet, hogy a 8-at döntő sem lesz meg az Internek itt az EBL-ben jelenállás szerint. A Dortmund nem akárhogy tér vissza ide az EBL-ben, rögtön a 8-at döntővel a halálcsoportból tovább jutva, ha ez így marad. Ezt sem. És aztán Skriniar megy oda és szerel. Bastoni, Aszláni. Tehát egyelőre nem találja az önmaga játékát sem az Inter. Lukaku, Schlotterbeck gyorsabb. Schlotterbeck hátra tudja tenni Zülének. Schlotterbeck megint. Brandt. Brandt eladja a labdát. Aszláni. Aszláni, jó, az Lukaku.
Lukaku indult Mkhitaryan, és indult Çalhanoğlu is Meunier. Süle. Bellingham. Özcan. Brandt. Rice. Rice kiteszi oldalra, és ez jó lehet Bellinghamnek. Bellingham ott hagyja az embert. Nagy helyzet volt, óriási védés Handanovic-tól. Málen, és még ott a helyzet, és nincs benn. Ezt most megúszta az Inter. Hát majdnem meglett a harmadik Dortmundi gól is. Dzeko. Sokkal jobban játszik ma a Dortmund. Mkhitaryan. Teljesen hatástalanítják az Intert a németek. Mkhitaryan. Jó a labda Lukakunak. Lukaku ellövi a labdát, Süle blokkolja. Meunier. Igaz, a Dortmund csak második EBL idényét tölti nálunk, de másodszor is bejuthat a nyolcad döntőbe. Az Inter először nem. Az eddigi két alkalommal ez mind összejött. Sőt, a Barcelonát ki is tudták ejteni még 2021-ben nálunk. Lukaku lesen. Tavaly pedig a Manchester United volt, mint mondtam, a végállomás. Lotterbeck. Most meg lehet, hogy 16 közé sem jut az Inter. Igaz, az Internek elég két gól, hiszen a 2-2 a döntetlen az már az ő javukat szolgálná. Dzeko. Dzeko lövi be a labdát, és ez sem volt jó. Nem volt eddig még lövési kísérlete és helyzete sem az Inter gárdájának, vagy hát lövési kísérlete volt, Lukaku lövését blokkolt az Süle, de nagy helyzet egyáltalán nem volt az Internek a mérkőzésen. De Frey, Adeyemit rúgja fel, és lesz ebből majd így egy szabad rúgás, és egy sárga lap a holland védőnek. Guerreiro a labda mögött. Járunk a 38. percben, Guerreiro lövi el mellé. Ez nem volt veszélyes szabad rúgás most. Handanovic, De Frey. De Frey elpasszolja Brandt. Brandt viszi. Ott van Royce előtte. Meg is kapja a labdát és belövi a harmadikat. 3-0 a Dortmundnak, és lehet, hogy az első félidőben ezt a mérkőzést el is dönthetik a németek. Mert az Inter játékában egyáltalán nincs az benne, hogy felálljanak 0-3-ról. Brandt leteszi Royce-nak, Royce átveszi, és tényleg ma nagyon jól játszik a Dortmund, és ennek eredménye is van. Egyelőre egy sima vezetés Milánóban az Inter ellen, és lehet, hogy ezzel járhat ugye egy EBL 8-a döntő is. Lukaku mehet, Guerreiro üldözi őt. Lukaku még. Lukaku. És aztán megvan Guerreironak. Málen. Aslani. Lecsorgó Adeyemi. Ez sem. Az Inter meg nyilván favorit lesz a magas sorozatában az Európa Ligában így. De nyilván nem oda akartak jutni a milánóiak. Ez lesz. Szabadrúgás kifelé. Skriniar. Barella. Lukaku. Hát nagyon felszívta magát erre a mérkőzésre a Dortmund, miközben Dzeko fordul le, helyzetben Kobel mit fogott? Az első nagy Inter helyzet kimaradt, tehát Inter-Dortmund a szünetben 0-3. Elkezdődött a második játék rész, hát már a második percben tette azért a Dortmund, hogy meglegyen itt a győzelem, és aztán hozzápakolt még két gólt. Inter-Dortmund 0-3, lemosta az első félidőben a pályáról az Intert a Dortmund, meglátjuk, hogy a második félidőben ki tudják-e tényleg harcolni azt, hogy ott legyenek a nyolcad döntőben, és ezzel az Inter ugye az Európa Ligában szerepelne majd a következő, hát nem a következő kirásban, hanem majd ugye a nyolcad döntőben, a tavaszi folytatásban, az egyenes kieséses szakaszban. Bellingham. Hát egy idejénesen búcsúzik ugye az Inter az EBL-től. Bellingham közben helyzetben, jó cselek. Bellingham lövi el a labdát, óriási védés, de a kipattanóból bent van a gól. 0-4. Egészen elképesztő. És megint Adeyemi, a harmadik gólja a mérkőzésen. 4-0 a Dortmund javára. Teljesen megsemmisítik már az Intert a németek, és azt kell, hogy mondjam, ezen a mérkőzésen egyértelműen jobb a Dortmund, és teljesen megérdemelt az, hogy ott lesznek az EBL 8-a döntőjében. Hogy innen hogy jön vissza 4-4-re az Inter ilyen játékkal, azt nem tudom. Dzeko. Hiába védett Handanovic a kipattanónál, ott volt Adeyemi, és a második fél időt is a Dortmund kezdi egy góllal, és ez így már elég komoly zakó. Mkhitaryan. Çalhanoğlu. Mkhitaryan. Mkhitaryan elmegy a szélen. Mkhitaryan középre, óriási tvét Kobel Lukaku helyzeténél, de még egy védés is belefér, mert Lukaku fejesét is védi Kobel. Hát ő is kitesz magáért, mert három komoly bravúrja is van a meccsön. Dzeko újabb helyzetben, Kobel megint, ez egészen elképesztő. Aztán elüti Dzeko fejéről a labdát. Hát a kapus is kitesz ma magáért, az egyértelmű a Dortmund nagy sikeréhez. Schlotterbeck, Bellingham. Az elmúlt pár másodpercben több Inter helyzet volt, mint az egész meccsen eddig. Mkhitaryan,
Bellingham csúszik oda, és szerez szabályosan labdát az örménytől. Züle. Kobel. Hát ilyen játékkal a Dortmund akárkit kap az EBL 8-ad döntőjében, az ellenfél nem veheti félváról, és hát papíron gyengébb ellenfelet is kaphat a Dortmund, mind önmagánál, mind az Internél. Brandt leteszi a Dejeminek. Lövés! Hát ezzel feltehette volna a pontot a mai teljesítményre, Dejemi azt onnan berúgja. Varda 4-0. Brozovic jön majd az Inter együttesébe a 67. percben. Méghozzá Aszlánit váltja Brozovic. De Frey. Bastoni. És hát ugye az előző fordulóban közvetítettük az Inter Atletico Madrid elleni meccsét, ahol szintén 4-et kapott az Inter, csak akkor 4-3-ra kaptak ki. Tehát az első félidőben kaptak egy 4-est ugye az Atletitől, pedig hamar megvolt a vezetés. Lukaku lő, óriási tvét Kobel. Megint csak 71. perc. Lejön Dzeko, érkezik a helyére, majd Lautaro Martinez, úgyhogy az utolsó 20 perc az argentin is beszáll a meccsbe. Jön a szöglet, és gól! Lautaro Martinez! Hát csak ennyi kellett? És azt hiszem, Inzaghi ezen elgondolkodhat, hogy lehet, hogy a kezdőbe kellett volna nevezni őt. Szép itt az Inter 1-4, ezt most már Kobel sem tudta védeni, az utóbbi percekben azért rászolgált erre az Inter gárdája. Jön a szöglet, és az a Martinez fejeli be, aki a szöglet előtt állt be csereként. Hát nagyon jó csere volt Lautaro Martinez. Inter Dortmund 1-4. A becsület gól megvan, de még mindig kéne 3-20 perc alatt. Kobel, mit csinál? Ez nagy hiba volt. Martinez húzza el, ott a helyzet. Martinez, és Züle nem tudta már kirúgni. 2-4. Ez egészen hihetetlen. Lautaro Martinez beállt, és valamennyire visszahozza még az Inter reményeit az utolsó percekre. Hát lehet, hogy még egy halvány reménysugár jött ezzel a Martinez cserével az Internek. Züle ott volt a gólvonalon biztosított, ezt most Kobel nagyon elrontotta, aki eddig tényleg hibátlanul teljesített. Züle megpróbálta kirúgni, de hát már csak a gólvonal mögül tudta kitessékelni a labdát. Ez valóban bent volt. Nem sok hiányzott, hogy Züle mentse, Martinez azonban gólt szerez megint. Hát Martinez beállt a 70. percben, és 73-ban már két gólnál jár. Inter Dortmund 2-4. Azt már sose tudjuk meg, mi lett volna, hogyha az egész meccset végig játszott, de 20 perc alatt még azért segített az Interen Martinez. Legalábbis eddig nagyon segít. Bellanova, Lukaku, de még ez is kevés. Martinez helyzetben, és Kobel javítja az előző hibáját. Hát Martinez tényleg 7 perc alatt visszahozhatta volna a meccsbe az Intert. Mert a döntetlen már jó a milánóiaknak. Csalhanoglu igen izgalmas meccs lett ebből. Csalhanoglu rúgja a szögletet. Kicsit szétesett most a Dortmund 0-4 után. Brandt. Ez a Martinez fejes megtörte kicsit a németeket, de most próbálnak visszatérni az eredeti taktikához. Csalhanoglu, Lukaku. Lukaku ellövi a labdát, Kobel megint! Leszámítva azt a nagy hibáját, egyébként azért tényleg Kobel nélkül nem biztos, hogy vezetne a Dortmund, mert a második félidőben feltámadt az Inter. Csalhanoglu szöglete. Ezt kifélik a dortmundiak. Újabb szöglet jön majd az Internek. Barella. Kis szöglet után Barella lövi be. Kirugás. Visszapattant ugyanis Barellára a labda. 83. perc. Hát nagy kérdés, hogy a Dortmund ezek után mit tud, vagy az Inter ezek után mit tud tenni, mert már csak 5 percig maradt, és két gól kéne, és hát egyelőre Kobel tett arról, hogy ne tudjanak feljönni háromra. Martinez, 16-oson belül már Martinez, beemeli Lukaku, Kobel ezt is véri, de már les volt. Züle, eladja a labdát Züle, ez hiba a Lukaku. Lukaku jó csel, Lukaku a 16-oson belül, beesadja, mellé! Mkhitaryan lőtte ezt most mellé. Meunier. Hát jobb helyzet kihasználással a második félidő alapján simán meg lehetett volna a sansza az Internek itt a döntetlenre. Ez tényleg a Dortmund nagyon szépen megnyerte, tehát azért Kobelnek és az első félidőben a támadó játéknak is köszönhetően, tehát a Dortmundnak az érdemeiből ez semmit nem volt le, ezt a meccset egyben az Inter vesztette el. Brozovic még egy helyzettel, ott a harmadik. Hát maradt egy perc. Másik csere, Marcelo Brozovic szerzi a gólt, ő is csereként jött ugye be. De hát nem jött a későn ez a találat. 3-4. Egy perc maradt az Internek egyenlíteni. A végére összeszedte magát az Inter, rúgtak megint hármat, és úgy néz ki, megint egy 4-3-as vereség következik. Az Atletico Madrid után a Dortmund ellen is. Mondjuk 0-4 után nem gondoltuk volna, ez sokan én szerintem. 90. perc.
Mkhitaryan. És vége a mérkőzésnek. A Dortmund 4-3-ra győz Milánóban, és tovább jut.